A Balmazújvárosi Református Egyházközség idén több komoly infrastruktúrális beruházást indított el. A főtéren a templom felújítása még javában zajlik, de a németfalusi templom melletti parókia energetikai felújítása a végéhez közeledik. Az elmúlt évben kaptunk a Bethlen Gábor alapkezelőtől, annak az államtitkárától egy olyan jelzést, hogy szeretnének támogatást adni nemzetiségi vonalon, ugye az itteni németfalusi közösség számára. Nagyjából meg volt határozva az összeg is. Azt kérte tőlem az államtitkár úr, hogy gondoljuk át, hogy milyen felújítás férhetne ebbe bele. Régóta foglalkoztatott bennünket az, hogy a németfalusi barokkjának a külső rendbetétele, energetikai felújítása is aktuális lenne. Ebből következően jött azonnal a válasz, hogy ezt fogjuk javasolni. 12,1 milliót kaptunk a Bethlen Gábor alapkezelőtől, és gyakorlatilag a parókiának, parókia egy részének az energetikai felújítását végeztük el. A közösségi rész energetikai felújításával még nem zárul le a parókia környékének rendbetétele, hiszen több munkálat elvégzését is tervezi még az egyházközség. Majd a későbbiekben mindenképpen szeretnénk még itt a körletet rendbe tenni, de most az a lényeg, itt napokon belül megtörténik az átadás, átvétel, hogy gyakorlatilag ez a feladat befejeződött. Az energetikai felújításhoz az egyházközségnek nem volt szüksége önerőre, hiszen a pályázati forrás elegendőnek bizonyult a fejlesztések kivitelezéséhez. A tereprendezéshez viszont már szükséges lesz egyéb forrásokhoz nyúlni. Nem volt szükség önerőre, viszont ahhoz az egyéb munkához, ami várható itt még, valószínűleg az ősz folyamán azt már csak önerőből tudjuk megvalósítani. Jóval komolyabb összegű infrastruktúrális fejlesztés indul a napokban, mely a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményéhez kapcsolható. Az évek óta húzódó óvoda projekt részeként várhatóan heteken belül már elkezdődhet a beruházás a Balmazújvárosi Oviban is. A feladatokat Budapestről irányítja egy szakmai stáb. Ez már 2 év óta húzódik, ez az országos óvoda projekt, amelyben a református egyház is kapott egy részt, a református egyházon belül egyházkerületek, az egyházkerületen belül egyházmegyék. Így sikerült hozzájutni ahhoz a lehetőséghez, hogy a óvoda épületünket szeretnénk bővíteni. Ezt beadtuk és elfogadták a kérésünket, az azt jelenti, hogy 236 millió áll majd rendelkezésre, a kivitelezésre. Ezt a munkát Budapest koordinálja, és várhatóan talán 2 héten belül megkezdődik a felvonulás, a területnek az átadása, és kezdődik az építkezés. A koordináló cég az egy iszonyatos nagy munkát végez, hiszen rendkívül sok helyen foglalkoznak hasonló feladattal, akár új óvoda építésével, akár felújítással. Egy jelentős tím dolgozik ezen, de nem egyszerű az életük, hiszen ahány hely, annyi probléma, annyi gond, nem beszélve arról, hogy a koronavírus járvány is húzott ezen az időponton, hiszen volt egy olyan 2,5 hónap, amikor senki nem tudott gyakorlatilag semmit sem végezni, tehát ezért is húzódozik ez az ügy, de a pályázattal kapcsolatban, beadott pályázattal kapcsolatban gyakorlatilag minden elfogadásra került. Már megvan az, hogy egy hajdúböszörményi cég nyerte a közbeszereztetést, ők fogják ezt elvégezni, és reménység szerint jövő évben már a következő tanévben, tehát nem a 2020-21-es, hanem majd egy évvel később, akkor már 6 csoporttal tudunk ott indulni az óvodában.
az infrastrukturális beruházás következményeképp több csoport indulhat el egy helyszínen, és ez az óvoda humán erőforrás fejlesztésére is hatással van. A több csoporthoz a megközelítőleg 150 fős gyermeklétszám mellé több szakemberre lehet szükség a későbbiekben. Tehát 6 csoport működik majd. Jelen pillanatban 5 csoporttal dolgozunk, de úgy, hogy 4 a régi óvodánál, 1 pedig az iskola melletti épületben, egy szükség megoldásként erre a célra használt épületben vannak a gyerekek, és ha elkészül ez az új építmény, akkor mind a 6 csoport egy helyen lesz. Ez azt jelenti, hogy a 6 csoport az körülbelül 150 gyermeknek az ellátását fogja jelenteni. Nyilván itt bővülés is lesz, tehát munkaerőt kell felvenni, de ez majd a jövő zenéje, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. A meglévő óvodai épület pályázati forrásból pár éve már átesett egy energetikai felújításon, ami miatt ezen az épületben a fenntartási időszak végéig nem lehet újabb építési, átalakítási munkálatokat végezni. Ezen okból kifolyólag az egyházközségnek alternatív megoldást kellett kitalálnia az óvoda bővítéséhez. 3 évvel ezelőtt a körülbelül 100 éves óvoda épületen végeztünk energetikai felújítást pályázattal. Ez 40 millió forintba került, örültünk akkor annak, hogy ezt az összeget elértük. Ha akkor nem újítjuk fel az óvoda épületet, akkor most egy teljesen új, komplett óvodát építhettünk volna, de erről még akkor semmit nem lehetett tudni. Ebből következően 5 évig ahhoz az épülethez hozzányúlni nem lehet, azt jelenlegi rendeltetési formájában kell használni. Tulajdonképpen ahhoz történik hozzáépítés, mégpedig az emeletes házak felé. Tehát, hogyha a Dózsa-György utcát nézzük, akkor az utcafronti részre kerül majd az új épület, egy közös bejáró lesz, és az új épületben egyéb kiszolgáló helységek is teret fognak majd kapni. Na most, ugye ilyen esetben fontos azt tudni, hogy maga az óvoda területe 6 csoportnak nem elég, éppen ezért vásárolnunk kellett 500 méteren belül egy ingatlant, ahol úgynevezett játszó udvart kell kialakítanunk. Ez az ingatlan megvan, ezen az ingatlanon van egy felújításra váró lakás, aminek a felújítása már folyamatban van, és gyakorlatilag ez lesz a játszó udvar, oda bármikor, akár egy, akár 2 csoport is mehet.